A mai videóban a különböző fehérje források előnyeiről és hátrányairól lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A fehérjéből nincsen nagy mennyiségekre szükségünk, alapvetően testsúly kilogrammonként kevesebb, mint 1 g-ra naponta. A vörös hús, tehát például a marhahús, a disznóhús vagy a bárányhús legnagyobb előnye, hogy teljes fehérjét tartalmaz, azaz tartalmazza a szervezetünk számára szükséges összes aminosavat. A vörös húsok másik nagy előnye, hogy nagyon kevés ember allergiás rá. Ennek oka, hogy a vörös húst nagyon régóta fogyasztjuk, több százezer éve, így a genetikánk teljes mértékben alkalmazkodott hozzá. A vörös húsokból a fehérjének kb. A 70-80%-a hasznosul a szervezetünkben. A hátránya a vörös húsnak, hogy picit nehezebb megemészteni, főként idősebb korban, ezért fontos, hogy tudatosan hosszabb ideig rágjuk. A darált vörös húsoknak magasabb a zsír tartalma, mert ugye általában zsírosabb részeket is beledarálnak, ezért nem okoz akkora inzulinválaszt, és emészteni is könnyebb. A következő a szárnyasokból származó fehérje, tehát a csirke, a kacsa, a liba, a pulyka hús. A szárnyas hús általában olcsóbb, mint a vörös húsok, és előnye, hogy könnyebb emészteni. Tehát az emésztőrendszerünk könnyebben dolgozza fel őket. Hátránya viszont, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel van tele a hús mindenféle kémiai vegyszerrel, főként a csirke, ami a szárnyasok tápjából, gyógyszereiből származik, tehát itt kifejezetten fontos, hogy minél tisztább forrásból szerezzük be. Szárnyas húsok esetén a fehérjék mellett több hasznos tápanyagot vihetünk be, ha a bőrösebb, zsírosabb részeit fogyasztjuk, és nem a száraz csirke mellett. A következő a tyúktojás. A tojásban lévő fehérje az egyik legkönnyebben emészthető, így a legyengült emésztőrendszernél kifejezetten hasznos. A főtojásnak kb. A 90%-a hasznosul, így az egyik legnagyobb fehérje hasznosulással bíró étel. Én, ha lehet, mindig biotojást vagy háztáji csirkétől származó tojást szerzek be. Ugye nyers tojást is lehet néha enni, viszont a nyers tojás fehérje tartalmában csak olyan 50% tud hasznosulni. A tojás minősége egyenesen arányos azzal, hogy a csirke mennyi időt töltött kint a szabadban, kapirgálva, minél több fűfélét, gilisztát, bogarat fogyasztott, annál tápanyag gazdagabb lesz a tojása és ugye a húsa is. A halak húsát fogyasztva a fehérje mellett omega-3 zsírsavakat is bevihetünk, amit ugye jelentősebb mennyiségben más ételekkel nem igazán tudunk pótolni. A vadon fogott halaknak a fehérje és zsírsav minősége sokkal jobb, mint a haltenyészetből származó halaké, többenük az omega-3, illetve hát kevesebb a tápokból származó vegyszer. A halak esetén ugye sokan aggódnak a higany miatt, erről készítettem korábban már egy videót. A higanytól nem kell félni, mert a halaknak magas a jód tartalma is, a jód pedig a higanynak az ürülését támogatja. Ha mégis aggódunk a tengeri ételekben lévő szennyeződésektől, higanytól vigyünk be például algakomplexet a halételekkel együtt. A tejtermékek fehérje tartalma a sajtot kivéve nem a legjobb, a tejet ugye pasztörizálják, felmelegítik, a hasznos tápanyag nagy része így eltűnik belőle. Természetesen ugye a nyers tejnél ez nem érvényes. A sajtok viszont már jó fehérje források, alacsony a cukor tartalmuk és tele vannak zsírban oldódó vitaminokkal, vegyületekkel is. A jó minőségű tehéntejből készült sajtok, illetve a kecske sajtokra az allergiás reakciók esélye is jóval alacsonyabb. Én feta sajtot, kecske sajtot, pecorinót, nyers teljes sajtokat fogyasztok a legtöbbet. A kefirnek és a joghurtnak a fehérje tartalma nem jelentős, és kettőjük között az a fő különbség, hogy a kefir az növelni tudja a hasznos baktériumaink számát a vastagbélben, míg a joghurt csak a meglévő baktériumokat tudja táplálni. Tehát a kefir a joghurthoz képest sokkal hasznosabb a bélrendszer számára. A spirulina alga fehérje szempontból a tojásra hasonlít, így a hasznosulása is a szervezetünkben sokkal jobb, mint a húsoké. A spirulina nagy előnye, hogy vitaminokban és egyéb mikrotápanyagokban is rendkívül gazdag. Hátránya viszont, hogy egyszeri fogyasztás alkalmával maximum olyan 15-20 g-nyi spirulinát tud az emésztőrendszerünk hasznosítani. Tehát nincs értelme egyszerre sokat fogyasztani. A borsófehérje az egyik legjobb növényi eredetű fehérje, mivel a fehérjét mechanikai úton, tehát nem vegyszerek
alkalmazásával nyerik ki belőle. A borsófehérje egy majdnem teljes értékű fehérje, csak metionin aminosav nincs benne. És végül nézzük meg a legelterjedtebb növényi fehérjeforrást, a szóját. A földön megtermelt összes szója 95%-a genetikailag módosított, tehát ha a szójatartalmú terméket, ételt, italt fogyasztunk, kicsi a valószínűsége, hogy az nem GMO-s szójából készül. A szója sajnos mindenhol ott van, a feldolgozott húskészítményekben is megtaláljuk például. A legelterjedtebb és legszélesebb körben használt szójából készült anyag a szójafehérje izolátum, amit kémiai úton nyernek ki a szójából, ezáltal tele van vegyszer maradványokkal, és nagy terhet rak ezáltal a májra. Az erjesztett szójatermékek, mint a tofu, a tempe vagy a mizó, ezzel szemben könnyen emészthetőek, és viszonylag jó fehérjeforrást jelentenek. A kínaiak és a japánok is ugye több ezer éve leginkább erjesztve fogyasztják a szóját. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, kedveld és hozd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, ha találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!